kigörcsöntől fogva, mindent igen tartott, és számtalan jókat minket elválasztott. Hajdúságos Isten, áldjon tovább is minket, hogy vihámon békén tölthessük életünket. Tartson meg mind végig minket kegyelmében, legyen szabadító minden szükségünkben. Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak hűséges értetőnknek, dicséret, dicsőség legyen magasztalás, most és mindenkoron. Istenünk, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai különleges, kibővített bibliaórai alkalmunkon. Külön szeretettel köszöntjük Bonyai Balázs testvérünket és kedves feleségét, akik vállalták, hogy eljönnek közénk, hogy miről fognak ők beszélni. Arról hadd ne csak néhány szót, bár egy bevezető mondatot majd mindenképpen szeretnék az elején mondani. Induljunk először is egy igével, a mai napnak a két igéjével, ami azt gondolom, hogy nem véletlenül adatik így, ahogyan adatik. Azt mondja Mózes 4. könyvében az Isten, ezt mondja az ige, ezt a jelén, mondd-e olyat Isten, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Milyen fel fogom olvasni majd a másik igét is. Rengeteg ígérete van az Istennek, amit elénk adott, és rengeteg mindenre lehet visszakérdezni, hogy na ez és ez, vagy amaz az ígéret, az hogyan is teljesült be. A legfontosabb, amit mi keresztjének és a mai estének az alaphangjaként is hadd tegyük ezt ide magunk elé, akik mi keresztjének vallunk és hiszünk, hogy Istenünk az ő fián keresztül arra adott ígéretet, hogy az az örök hír, hogy a halálból menekülés van, ez az örök hír, ez el fog jutni a világ legszélső határáig. Olyan helyeken, mint mit jelent ez, olyan helyeken is meg fog jelenni az evangélium, ahol nem gondolja, hogy az helyet kap. Lehet, hogy jelen esetben ez éppen a mi világunk, éppen az európai világ, ahol már minden egyéb dolognak is helye van, és az evangélium mintha egyre inkább szorulna ki. Hát az Istennek terve az, hogy az evangélium az nem fog visszatérni üres kézzel. Az Istennek terve az, hogy az az ígéret, amit ő megtett, hogy emberek fognak majd hazatalálni, hogy növekszik a gyülekezet az üdvözülőkkel, ugye az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk, hogy az Istennek az igéje úgy fog bennünket sokakat újra és újra megszólítani, korszakokon is túllépve, hogy abból megtérések is újonnan születések lesznek, abból mennyországi helyek betöltetése lesz. Ez egy olyan ígéret, amiben merjünk bízni. A mai estén olyan az a reménység és bizalommal vagyunk együtt, hogy olyan híreket hallunk, olyan beszámolót hallunk, ami ebben bennünket erősíteni fog. Azt írja Pál apostol egyszer, hogy hát egy olyan furcsa helyzet áll elő, hogy Izrael népe kapja az evangéliumot elsőrendűen, aztán ez az evangélium ez elkezd hirdetni a pogányok között, mert úgy néz ki, mintha Izrael népe ezt nem akarná komolyan venni, és aztán majd a pogány népeken keresztül újra megszólítja az Isten azokat, akik az első helyen voltak a megszólítottak közül, az első meghívottak voltak. Lehet, hogy ilyen időket élünk majd, és hallunk erről bizonyságtételeket, hogy tőlünk messze lévő országokban nagyon komoly ébredések vannak, és majd lehet, hogy ők fognak bennünket evangélizálni, és ők fognak bennünket újra visszavezetni oda, bennünket a veretes és ősi keresztényeket visszavezetni arra a helyre, arra az útra, amin járnunk kell. A másik ige, amit elénk ad, Jézus ezt mondja Péternek, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Szegény Péter sokszor megkapja az Úr Jézustól magáét, azért, mert a maga esze és a maga ereje szerint próbál
próbál ott állni az Úr Jézus mellett. Ő neki azt kell megtanulni, hogy Péter, én állok te melletted. Én vagyok az, aki kihúzlak a fajból. Annak idején a csónakból a hitetlenség bátorságával kilépett, hogy ha tényleg te vagy a mester, akkor én is hadd járjak a vízen, hadd legyen egy ilyen bizonságtétel a tarsajomban, és aztán el is süllyed. Amíg a saját akarata szerint akar az Úr Jézus mellett lenni, annak mindig süllyedés a vége. És akkor az Úr Jézusnak ugye kiárt, hogy Uram, ments meg, és akkor nincs vita, nincsen összevont szemöldök és korholás, hogy hát miért most persze jó vagyok ugye segíteni, amikor ki kell húzni, hanem azonnal kihúzza a bajból. Mi olyan időt élünk, olyan időkben élünk, amikor ezt szabad kérnünk, és erre vagyunk utalva, hogy az Isten bennünket kihúzzon a bajból, újra és újra. A feledésből, abból, hogy az ő igazságát, annak az evangéliumnak az örömhírét, hogy örök életünk van, ezt feledékenyen valahogy hátra és hátra soroljuk, ebből húzzon ki, ebből a bajból. És mondd olyat az Isten, amit meg ne tenne. Ígére olyat az Isten, amit nem teljesít. Ha ő azt ígérte, hogy örök élet, ha azt ígérte, hogy megmented és szabadulás, akkor ezt fogja teljesíteni. Abban a reménységben vagyunk együtt, hogy erről fogunk hallani majd az előadásban is, csendesedjünk el imádságban, és utána még egy mondat erejéig fogom a figyelmet kérni. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te szeretettel veszel körül bennünket, mert te megerősíted azokat az ígéreteket, amelyeket az Úr tett. Megerősítesz bennünket is azokkal a hírekkel, amiket más vidékekről kapunk, ahol a te ígéd ugyanúgy munkálkodik. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, köszönjük, hogy ennek az evangéliumnak a bizonyosságát adod a mi szívünkbe is, és ezt kérjük is tőled, Urunk, erősíts bennünket ígéddel, szent lelkeddel. Ámen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm még egyszer a bonyai házaspárt, akik eljöttek közénk, hogy közöttünk bizonyságot tegyenek, és ahogy itt ültem és énekeltük ezt a 40-es éneket, az jutott eszembe, hogy vajon mit tudunk mi Pápua Új-Guineáról. Valószínűleg olyasmi elgondolásaink lehetnek, vagy nem tudom, mert most csak nyilván a vicc kedvéért, amikor én Norvégiába kerültem, előtt én annyit tudtam Norvégiáról, hogy jeges medvék szaladgálnak az utcán, valószínűleg. Hát gondolom Pápua Új-Guineáról is arról, hogy emlékünk van, hogy menjünk át a szomszédba vacsoráért, és hozzuk el valakinek a családtagját is együk meg. Nem tudom, kinek milyen emlékei vagy Robinson Crusoe története alapján milyen gondolatai vannak. Hát halljuk, hogyan is működik ez a Pápua Új-Guineai kereszténység. Átadom a szót sok szeretettel, és ezt is kapcsoljuk közben. Először is szeretnék bemutatkozni néhány szóba. Mi vagyunk a Bonyai házaspár, Bonyai Balázs vagyok, képészmérnök, Kári felesége, matematikus, és én már 6 esztendeje nyugdíjban vagyok, és számukra nagyon fontos, és többször felveszünk a kérdést, hogy Isten hol akar bennünket látni, hol akar felhasználni. Hála Istennek, jó egészségnek örvendezünk, és ezt egy ajándéknak tekintjük, és ezt ajándékot szeretnénk továbbadni azoknak, akinek erre szükségük van. És így adódott tavaly ez a lehetőség, ez az alkalom, hogy Pápua Nagy-Guineába menjünk. Az ottani evangélikus egyháznak van egy lelkész képző intézete, van 2, és ez az egyik, ahova a mi célállomásunk volt. És itt dolgoztunk. Tehát én nem fogok tudni egy romantikus és kalandos előadást tartani, hanem inkább bizonyos munkákkal kapcsolatban. De csodálatos találkozásokat megértünk, és számomra igen fontos volt igen messze van, ugye, ha itt van, mi itt vagyunk a Földgömbben, és így van a Földgömb, itt vagyunk mi Európában, és Pápua Nagy-Guinea itt van valahol Ausztráliának a északi csücskén, és számunkra is egy öröm volt megismerni az ottani missziónak a munkáját, mert ahhoz, hogy ott egy egyház kialakuljon, hosszú évtizedek, évszázad volt szükséges. De most először kezdenénk néhány technikai beindítás után
amit a nagy tiszteltő éppen említett, hogy mit tudunk Pápa Nagy-Guineáról? Föltenném az első kérdést, hogy a nagy tiszteltő mondta, hogy Norvégiában ki volt közön Pápa Nagy-Guineában? Mindannyian élők, tehát nem egy turis cél. Egyébként nem szabad elolvasni a külügyminisztérnek az utazási javaslatait, de nem javasolják, hogy utazunk. Tehát nem volt. Ugye az is volt, hogy éppen hazajöttünk, mi ezt csodálatosan tartjuk nem a pápuák miatt, hanem egy igen hosszú út, és igen a rókusokon élni és dolgozni nem egy könnyű. Feleségem nek volt a gondja, hogy én napjában kétszer kellett átöltöztem, mert reggel hétkor volt a munka, és délig, de akkor már csúron víz volt az ember, aztán délután ismét kimen, és este délután, amikor visszajöttünk, nagyon fontos, hogy 5 órakor jöttek a moszkitók a maláriával. Úgyhogy 5 órakor... Pontosak voltak, és ezért be kell fejezni a munkát, becsúgni az ajtót, ablakot, mindent, mert maláriát el kell kerülni, ugyanis a misszionálisoknak százalék haltak meg ott maláriába a nehéz klíma körülmények miatt. Ugye hol található az Atlanti vagy a Csendes óceánon vagy a Tél-tengeren? Szabad javaslatot kérni? Geográfiában. Nem tudom, az idős testvérek ismerik azt, hogy a gyerekeknek az iskolába költőkről, megszemélyisítésről kellett írni, és hát egyik gyerek írta, hogy Petőfi írta, hogy mit nekem ez Orbán Kárpátoknak, és ugye ez egy megszemélyisítés a Kárpátoknak, aztán Adinak, hogy a havasok és a rivér, hogy mi védjük őket, mi a véget, és Moriszka is jelentkezett, Moriszka megszemélyesítést. Nagy vagy Csendes óceán, dr. Kogutovic Manó. Mert ugye annak ide az iskolában a térképen a Csendes óceán és a Kogutovic, dr. Kogutovic Manó nyomdájában értek térképészete alapján alakult ez ki. Tehát akkor fölveszik a kérdés, melyik földrészhez tartozik. Érdekes módon Ausztráliához tartozik, és 10 000 évvel ezelőtt Ausztráliából át lehetett sétálni a Pápa Új-Guineába, ami egyébként, fölteszem a másik kérdés, ki tudná mondani, ki a világon melyik a legnagyobb sziget? Az első legnagyobb sziget? Grönland. És a másik legnagyobb sziget? Pápa Új-Guineába. Új-Guinea, meg felelevenik a kérdés, mi hívják Guineának. Egy portugál utazó, aki valamikor a 1500-as években Afrikába is hajózott, a Afrikának, hogy a nyugati partjában Guinea is, nagyon szép környék, meg hogy mi is néhány évet ott költöttünk Afrikába, és sokat segítettek az utazó tapasztalatok, amiket ott megértünk, hogy itt a Pápa között is talajt tudtunk fogni, és eljutott Ausztráliáig, de Pápa mellett hajózott le, és ugyan nézett ki, mint Guinea, ott ugye Nyugat-Afrikában, és hát ezért elnevezte Guineának. És miért hívják Pápuának? Hát a népek. A népek, de mi a népek a tulajdonsága? Göndör. Filc hajó. Magyarban ugye most már behozták ezt, mint a bárányok is. Racka. Bocsánat, Racka. Ez egy, a teremtőleg egy csodálatos alkalmazása, mert ha nem lenne ilyen sziget, 10 cm vagy 5 cm vastag szigetelés a fejükön, megsülne az ennek a feje. Én nekem ilyen trópusi alapon volt, és ennek ellenére sokszor az volt, hogy már nem kaptam levegőt, mert annyira sütött a nap, és annyira égetett a nap.
ugye a államformája, parlamenti monarchia 1975-ben lett független. Ők egyébként nem akartak függetlenek lenni, de ismerünk ezzel ilyen fogalmakat, hogy Unió, meg Európai Közösség, ott úgy előír a dolgokat, és ott azt meg kell csinálni, akár tetszik, akár nem. Hát ő jól érezték magukat ausztráliai közigazgatás alatt, de hát mondták nekik, hogy nektek kell a függetlenség. És nagyon érdekes volt, már akkor létezett egy luteránus evangélikus egyház, és hát a Genfi Luteránus Világszövetség természetesen az új testvéreket át kell ölni, és megkérdezték, hogy hát mit kértek. Ugye arra gondoltak, hogy egy pár százezer dollár, vagy pár millió dollár kell nekik a függetlenséget, és azt mondták, hogy a Bibliát kérünk a saját nyelvünkön. Szóval az igény szintjük, illetve az elképzelésük nem egészen kompatibilis a mi elképzeléseinkhöz, és nem pénz kellett nekik, hanem Biblia az ő nyelvükön. Kérdés esetleg még, ki az államfő? Ki lehet az államfő? Van egy miniszterelnökük, de... A monarchia, akkor van király? Az angol királynő, Erzsébet a fő. Erzsébet királynő az angol Commonwealth-nek a főnöke és Erzsébet. Érdekes, a területe 460 ezer négyzetkilométer. Tehát ez 93, 8-szorosa körülbelül az 8-szorosa Magyarországnak, ugye, és nagyon minden lesz. Ezzel szemben a lakossága csak 8 millió. A 8 millió lakosság ez az óriási területen úgy van elosztva, a térképen tudjuk látni, az egész szigeten végigvonulnak magas hegyek egészen 4500 méter magasságig, és ezek a hegyek, völgyek indulnak le a tengerhez, és ezek újkori hegységek, és igen meredekek, úgyhogy ha az egyik falu az egyik hegy oldalon van, a másik oldalon van egy másik falu, nagyon sokszor, és az esetek többségében nem is kötekednek egymáson, akkor le kell menni 2-3 kilométert, akkor megint fel kell menni 2-3 kilométert, és a trópusokon, itt ezen a környéken két időszak van, azaz egy esős időszak van, az egyik esős időszakban állandóan esik az eső, és a másik esős időszakban csak néha süt a nap, és minden nap szakad a víz, és felhőszakadása. Ennek következtében csodálatos burjánzó növényzet, virágok, állandó tavasz, szinte hihetetlenek a zöld dzsungelbe, a mozgás is, mert annyira sűrűn nő minden, hogy alig lehet mozdulni. A hivatalos nyelv most az angol, és a tok-piszin, ugye nem tudom, ki hallott erről a nyelvről, ha angolhoz egy kicsit összekapcsolt, to talk, beszélni, és pidgin, az pedig az a benszülött angol nyelv, és miért? Mert több mint 800 törzsi nyelve van, és mindegy, a Svájcban az egyik kanton nem ismerte a másik kantonnak a nyelvét, itt se ismerik a 800 nyelvet, ezért kellett neki közös nyelvet, bármennyire furcsa az angolt, meg ezt a tokpiszint, ezt a angol esperantót lehet mondani. Megkérdem a feleségemet, hogy egy nagyon szép mondatot mondjon. Tokpiszint, mert talán meg tudunk érteni, hogy egy kicsit oda figyelünk. Igen. Ez a kedvenc mondatom. És talán, aki beszél angolul egy kicsit, és nagyon figyel oda, tud érteni. Mi like him, man belong me, true. Mi like him, man belong me, true.
Mit jelenthet? Szeretjük a szeretet Jézust. Man bilom mi? A férfi, aki hozzám tartozik, hát mi lájkim, én szeretem azt az embert, aki hozzám tartozik, valóban igaz. Ez a megerősítése. Egyébként az ámen is itú. Az ámen a imádság után mindig a itú, igét felolvassak után itú. Ez így igaz. Kellett tanulnunk is ezt a nyelvet egy kicsit. Majdnem az előköszönben 4 hétvégét kellett duplán eltölteni reggeltől estig tanulni ezt a nyelvet. Angollal össze lehet hozni, de ugyanúgy, mint inkább a magyarul le lehet írni, és eltér az írás az angol szövegtanán, ahogy kimondják. Amit még mondanánk, hogy a vallások 68%-a lakosának protestáns. A 8 millió lakosságnak 68%-a protestáns. Ott a világ végén. Tehát amit nagy tiszteletre mondtad, hogy mi vagyunk itt, azt mondjuk, hogy keresztény Európa, mi vagyunk kisebbségben, ők már többen vannak. És ebből körülbelül 1 millió luteránus. Ugye tavaly volt a Luther és a reformáció 500 éves évfordulója, és nem tudom, hogy 1500 hányban Luther gondolt-e arra, hogy 500 év múlva a világ másik sarkán több luteránus lesz esetleg, mint Magyarországon. Igen. Ugye említettem, hogy tavaly kerültük oda, és így néz ki a térkép a Pápa Nagy-Guineának. Hát is szóval kell segíteni, hogy melyiket kell megmondani, hogy a piros legyen. Az utalás történik, hogy a Frankfurtban fölülünk a repülőre, akkor 13,5 órán keresztül ülünk. 13,5 órán keresztül. Kicsit hangosabban kérdezik, vannak valamilyen hallássérülések. 13,5 órán keresztül ülünk, és akkor landolunk Szingapurba, és Szingapurba föl kell ülni, ugye az Indonézia környékén van, föl kell ülni egy másik repülőre, és a másik repülő még 6,5 órán keresztül repül, és akkor megérkezünk ide Pápua Új-Guinea fővárosába, Port Moresbybe, és innen már csak egy fél óra repülés által keresztül a szigeten, Lébe, ahol ennyi hosszú utazás után landoltuk. Itt azonban váltani kellett a közlekedési eszközöket. Ez még a repülőgépről, ahol fogunk landolni. Itt van a teológiai szeminár, teológiai iskola, és mi itt landoltunk, mi pedig a következő eszközzel. Az óceán. 3 méteres hullámok, és kb. 20 centi van itt a vízszintig, és itt ülnek 20-an. Ez még így nagyon szép barátságos kép, de gázt adott a fiú, és kicsit gyorsan lett. Ez még veszélyesebb, mint a migráns eszközök. Meg kell mondjam, mindig azt figyeljük, hogy milyen messze vagyunk a parktól, ki fogunk nyomszni, hogyha valami történik. Nagyon
vendégvárók és a vendégeket virágcsokorral, virágkoszorúval várják, és itt lehet látni, amit előbb említettünk, hogy ő egészen más típusúak, mint az afrikaiak, sokkal erőteljesebb arcuk van, és mindennek ez az erős haj, amelyik védi őket a forrósal, napsütéssel szemben. Itt, amikor mi megérkeztünk, előtte táncol vártak, és vezettek bennünket abba a házba, ahol laktunk. Amit említettem, rengeteg virág van, és ezt használják állandóan, mindig az saját díszítésükre is felhasználják. Koszorút csinálnak a férfiak is a fejükre, őkbe bele a nagy leveteket beletűzik, és mondom, táncol és dob veléssel vezettek be bennünket a lakásházukba. A néhány nap után, amikor megérkeztünk, volt a nemzeti, a függetlenségnek az ünnepe, és a függetlenségi ünnepen már ilyen tradicionális öltözékbe vonultak föl. Ezek a dobok, ezzel adják a ritmust, és a férfiak két méter magas fejdíszekkel vannak ellátva, amik az ottani madarak tollából készül, állítják, hogy kb. 60 úgynevezett paradicsom madár van, hosszú tollakkal, és ezekből készítik a fejdíszeiket. Itt lehet látni valamelyet magasabb méret, hogy a férfiak középen majdnem inkább csürlöngölősnek tűnik a táncuk, és hogy ne törjön le. Itt megyünk aztán tovább. Az útrendszer nagyon rövid, a tengerparton van az út, itt látható ez a dús, hihetetlen dús növényzet. Ezek a hidak még a világháborúban maradtak vissza, ugyanis nem csak Európában volt világháború, hanem egy borzalmas világháború volt a Dél-tengeren is, bizonyára Pearl Harborról hallottunk, de azon kívül a japánok rövid időn belül, éppen úgy, mint a németek Európát elfoglalták, ugyanúgy lerohanták az óceániai szigetvilágot, és hosszú, kemény harcok után tudták az ausztrál és amerikai katonák kiszorítani őket, és ezek még ezek a ponton hidak maradtak még meg, és már a gerendán részben elkorhat, de hála Istennek át tudtunk menni, és illetve maradtunk. Itt láthatók még szintén ezek a átmeneti hidak, folyók fele. Itt pedig egy piaci képet láthatunk. A piacon leginkább az asszonyok árulnak, a földön vannak az áruk, és derlingokban meg egyszerűen csak letéve a földre, és itt lehet látni egy nemzeti szokás, illetve a horgolt táskák, amiket a fejükön hordanak. A feleségemnek is van egy ilyen horgolt táskája. Itt jön még egy kép egy másik piaci képről, ahol már civilizáció felemelkedett egy méterre, de a többiek még itt válogatják a gyümölcsöt. Láttuk ezt a horgolt lecet. Mit tetszene gondolni, mi van benne? Lehet látni. Kisgyerek, ugye itt van a lábacskája, és itt a feje, szeme, és a reggel az asszonyok mennek ki nem a mezőre, hanem az ültetvényre, és gyerekeket viszik, felakasztják egy ágra, és dolgoznak a vidalra. Azt hittem, hogy elviszik eladni, mert ugye hát úgy ideális. Az jön később. Ez egy szorgalmas kisfiú söpővel a kezébe, aztán próbálta a leveleket arrébb
taszigan mi, ez pedig egy kicsit csodálkozó kislány, de látjuk itt is, hogy a haja is már elkezdődött. Ez jó, ugye? Ez pedig egy... Ez pedig egy óvoda. Óvoda. A teológiai szemináriumon, ahol éltünk, a férfiaknak 7-től 12-ig volt oktatás, és a feleségek reggeli állítattal kezdődött a nap, és az állítat után jöttek az asszonyok, netették a gyerekeket, és a gyerekekkel foglalkoztak egy-két órán keresztül, de nem többen. Ők még pluszig Terézről nem hallottak. Ez a... A szemine, ez egy asszony. Egy tanárnő, még pedig így mondanám kézimunka tanárnő, mert míg a férfiak a teológiai szemináron az oktatást hallgatták, az asszonyai, akik sokszor írástudatlanok voltak, írni-olvasni tanultak, és tanultak azon kívül varni, szabni. És ez a tanárnő, ez egy érdekes, nagyon durva arc, ez egy nagyon kedves, barátságos, szívélyes valaki, de mint mondom, ez egy más típusú, hasonlóak az Ausztrália aborizsinekhez. Ugye említettem, majd 10 000 évvel ezelőtt át lehetett járni, és van egy hipotézis, ami szerint az ausztráliai őslakók és az új-guineai lakók, ezek ugyanaz a, tehát mondjuk már 10 000 év eltelt közben, de hasonló, mint faj etnológiai. Itt van három papné, illetve egyetemistáknak a feleségei, akik éppen a szabást, varást tanulják, mert a hallgatók a teológiai kiképzés 5 éves, a hallgatók az első évben csak a férfiak jönnek, a második évben jöhetnek családdal, és a legtöbbjének már családja van és gyerekei. És ahol voltunk, ez egy magyar után campusnak lehetne nevezni, egy egyetemi falu, ahol körülbelül 300-an éltek, és ugye délelőtt a férfiaknak a foglalkoztatás és az asszonyoknak a tanulása volt, és délután pedig mentek ki az egész család az ültetvényekre, mert mindenkinek saját magának kellett ellátni magát, és mindenkinek saját magának volt egy telke, ahol megtermelte magának az édes burgonyát, a társadalmoknak a ruháit, illetve fedelényeit is kihímezték. Azután most csatlakozunk a lutheránusokhoz, ugye Luther rózsát, és hímeztek ezekre a ruhákra, a köpenyekre, és most szólnék néhány szót hogyan kerültek ők Lutherhez? Mi köze van a pápuáknak Lutherhez? Egy kb. 140 évvel ezelőtt a Bümberg és Würzburg közötti egy faluba egy 20 éves fiatalembernek az Isten ezt a gondolatot adta, hogy az evangélium, vannak emberek, akik még nem is tudják az evangéliumot, és menj el és vidd nekik az evangéliumot. Tehát hogyan kell, mit kell csinálni? Hát akkor belépett egy prédikátor iskolába, ahol a biblia tanulmányok mellett ács mesterséget, meg fölművelés ismerteket szerzett. És amikor ez befejezte ez a tanulmányait, akkor azt mondta, hogy hát akkor a térképen van egy ilyen fekete folt, vagy fehér folt, úgy hívják, hogy Pápua Új-Guinea,
És én oda fogok menni. Tehát annak idén nem úgy volt, hogy szerintem 3-4 hónapig ment a hajó vele, ugye amikor Hamburgból indult, és landolt Ausztráliába, mert itt nem állt meg senki. Itt a dzsungel, mióta az a portugálot arra elhajozott, utána nem sok érdeklődés volt ezen a környéken, mert csupa ilyen vadember lakott ott, állítva ugye meg is ették az embereket, hogyha valaki nagyon mozogott, némi kereskedelmi társaságok megpróbáltak helyet foglalni, de rövid időben meghaltak a munkatársaik. A klíma miatt, a klíma annyira megviselte az embereket, hogy gyakorlatilag meghaltak. És több misszió is ment arra a környékre, de azok is kihaltak a szó legszorosabb értelmében is, és aztán a missziótársaság után már nem küldtek többet, mert meghaltak. De ez a János, Fria Jánosnak hívták ezt a fiatalembert, ez kitartott emellett a hivatás mellett, hogy ő neki a vadaknak az evangéliumot kell hirdetni. Mert hogyan kell csinálni? Megbarátkozott egy hajós kapitánnyal, és mondta, hogy hát ő szeretne menni a pápuákhoz, hát nem várjon még egy kicsit, mert most még nem lehet, még nem. Nem engedték az ausztrál hatóságok se, mert neki is akkor is már voltak ilyen, hogy vízum, meg útlevél, meg egyéb. Nem engedték, és maradjon itt, tehát a aborigineket tanítsa, és azokkal foglalkozzon. Hát ez volt 8 évig. Mindig megpróbált, és mondták, hogy még nem. És 8 év után felszállott egy hajóra, és hát áthajózott Ausztráliából a pápuákhoz. Úgy hívják azt a környéket, hogy Finchhafen, és ott volt már egy kisebb ilyen kereskedelmi képviselet, és de miután ott is megint meghaltak a kereskedelmi kirendeltségnek a tagjai, miután már csak lefeleződtek, utána elhagyták a telepet, és ő meg ott maradt egyedül, és se a nyelvet nem beszélte, kereskedelmet bezárták, saját magának kellett építeni egy házat, mert vitte magába a feleségét, és még volt neki már néhány gyermeke. Épített magának egy házat, elkezdett egy kertet ápolni, és ott nem feketék az emberek, nem mondhatom azt, hogy feketék, látták, ezek a barnák, mert erősen barnák, de nem feketék, a barnák kíváncsian figyelték, hogy mit csinál ez a fehér bőrű. És látták, hogy érdekes módon nála a banán jobban nőtt, nála már volt eper is, meg sok minden valahogy jobban funkcionált, a háza is szebb volt, meg nagyobb volt, nagyon ügyes volt, mert ugye megtanult az ásmesterséget, és voltak olyan bátor emberek, akik oda mentek hozzá, és kérdezték, hát te ezt hogyan csinálod? Na de igen, meg kellett neki tanulni a nyelvet. De nem volt nyelviskola, le kellett neki ülni, megpróbálni a szavakat összeszedni, és bizony évek teltek el, amikor ő az evangélium is róla tudott beszélni, hogy ő miért jött ide, és megismerni a szokásaikat, és megtapasztalta, hogy ezek az emberek óriási félelemben élnek, és mitől félnek? Az ősöknek a szellemektől. Egy igen eleven és félelmetes szellemvilágban élnek ezek az emberek, és ennek az egyik borzalmas elve az, hogy az emberek nem normálisan halnak meg, hanem valaki elvarázsolta őket. És aki elvarázsolta, azt meg kell ölni. És rendszerint az, aki elvarázsolta, az abból a másik faluból volt, aki szeretett volna ebbe a földbe is még elvenni, meg egymást zavarták, és akkor többször előfordult, hogy akkor egy éjszaka elindult a hadjárat, és a másik falut lemészárolták. Na de hát nem mindenkit sikerült lemészárolni, és akkor rettegni kellett a bosszútól, hogy azok visszajönnek. És ez egy állandó félelemben és rettegésben éltek ezek az emberek, és ezt megismerte, és mondta, hogy hát nem ebbe kell élni. Van a Teremtő Isten, aki elküldte a fiát, hogy megbékéltesse magával a világot, és
És ha békébe éltek, akkor az jobb lesz. És érdekes módon nagyon demokratikus szisztéma létezik ott, akkor a falu tagjai összeülnek a főtéren, egy-egy falunak a főtelén, és megbeszéljük, hogy mit mond ez a fehér ember nekik. És lehet ilyen csinálni? Hát nem tudjuk, hogy ott ki ők most mit fognak csinálni, ha mi barátságosan viselkedünk. És akkor megbeszélték ezzel a fehér embert, mit csinálnak? Hát azt mondja, hogy csinálnak nagy ünnepet, vágjanak le néhány disznót, és akkor hívják meg őket, tehát a fegyvereket meg tegyék le a falunak a határába, és akkor az a másik fal is megismeri, hogy hát ezek ugyan nem barát, nem olyan gonosz emberek, mint ahogy ők elképzelték. És érdekes módon egy bizonyos ilyen megbékélési folyamat elindult, és aztán látták ezek a barna emberek, hogy ez a fehér ember valami könyvet fog a kezében, papírokat, és onnan olvas, és hát akkor megtudták, hogy van betűvetés, hát akkor tanítsa meg a gyerekeinket erre, hogy ők is betűvetni tudjanak, és olvasni, és írni tudjanak, és akkor nyitott egy iskolát, ugye azt mondjuk iskolák, ugye fatörsek voltak az ülőhelyek, és 30-40 gyerek ücsörgött ott, és kezdte megtanulni a betűvetést, és hát milyen történeteket? Bibliai történeteket, Jézus életéből történeteket mondott el nekik, és az volt az ő írás tudásunknak az alapja, és eltelt 13 év, és akkor az egyik ilyen megkérdezte, hát ugye ti azt mondják, keresztények, mi az, hogy keresztény, megkereszteketek, megkeresztelnétek bennünket is? És akkor mondta, hogy hát igen, egyedül nem, mert akkor a többi, beszélj meg a többivel, hogy ők is akarnak. És a érdekesség az volt, hogy tényleg mindig azon volt, hogy egy-egy közösség, egy-egy falu, amikor egy véleményre kerültek, és mi is megtapasztaltuk, ma is ott az egyetem, ezen a főiskolán, ha valamilyen döntést meg kell hozni, akkor összejön a tanári testület, és akkor esetleg fél éjszaka vitatkoznak, és amikor egy véleményen vannak, és az azt mondják, hogy van bel, a bel az a gyomor, és a van bel az egy gyomor. Amikor mindenki egy gyomor van, ha szomorú elme az, feleségem kiavít, mert ugye őket képviseli, ez a fiúkra vonatkozott. A lányokat sajnos kizárták, és aztán épp a kereszténységnek ez volt aztán a következő lépése, hogy hát az Isten teremti az embert férfiúvá és asszonnyá, nem pedig csak férfiúvá, és hát az asszonyokat az később valahogy el kell viselni. Szóval... és így indult meg a keresztény misszió, a misszionárosokon, illetve azokon keresztül, akik rajta keresztül megtanulta, megismerték a Bibliát, megismerték az igét, megismerték a Jézus Krisztust, és érdekes módon ezek azután azt mondták, hogy hát nagyon szép, nagyon jó volt, de nekem van valami távoli rokonom, annak is el kell mondani, és akkor mentek az országba, így terjedt el az ige, hogy ezekből a kezdeti diákokból ők maguk mentek fenn, a misszionárosok a kezdetet adták, amellett, hogy a missziók is aztán megerősítésük küldtek, hogy munkatársakat. Úgyhogy Luther, nem tudom, igen, bizonyára igen örül, hogy az 500 éves évfordulóra ott már ebből az egy luteránsból, meg kell mondjam, hogy a ökumenéhez tartozik, hogy vannak katolikus misszionáriusok, vannak más, Magyarország aztán szabad egyházanak mondják, mert nagyon sok, többen, aztán később többen voltak, azért volt az ugye, hogy azt írtuk, hogy aztán 68% az protestáns, mert vannak más protestáns gyülekezetek, és az egyik hajó, amivel utaztunk, az adventista, hetednapos adventista gyülekezet hajója volt, egy nagyon jó minőségi alumínium hajó volt, sokkal biztosabb volt, de ez a sárga, amit láttunk az elején.
ez a misszió történetéhez. És mindezt angolul tette ez a fiú? Nem. Németül? Nem. Német volt, de neki meg kellett tanulni az ottani helyi nyelvet. Uh-huh. És akkor ezek a misszionárok készítették a szótárakat, de években mindig 10 éves terminusokat dolgoztak, egy-egy nyelvet tökéletesen megértették, és ma is az van, hogy van ez a topiszínű, az esperanto nyelv, de azt mondják, hogy a saját nyelvem a szívemhez szól, és az igét a saját nyelvünkön hallani, ez egészen más, mint egy idegen nyelvű le kell fordítani, meg hogyan értelmezem ezt így kivel. És igen, a képen látható valami, amit... Jó, oké. Okay. Itt láthatunk megint, hogy az asszonyok kézimunkáznak, nagyon érdekes, majd be fogom mutatni egy eszközt, amit közülött csináltak. Itt van a templom, ahol mikor kezdődik az istentisztelet, még kevesen vannak, mert óráig nincsen, de aztán később többen lesznek. Aztán itt látható szintén egy óriási Luther rózsa, az 500 éves évfordulóra. Sőt, még egy Luther szobort is avattak az evangélikus egyházi épület kertjébe, és ez a mostani püspök úr, aki a szavatási beszédet tartja. Nem tudom, hogy Luther tényleg el tudta képzelni, hogy 500 évben a pápoáknál szobrot avatnak. A templomban a virágokat az asszonyok készítik mindig elő, nagy vödröket, a sok csodálatos, szinte felfoghatatlan, igen. Itt láthatók a lelkész növendékek, ahogy vonulnak a szavatáshoz, mindegyik kapott ő is egy virágkoszorút, és szintén aztán táncosok is kísérték őket, mint látjuk megint a füvek belőle az övbe, és itt vonulnak föl a... És itt szintén megint táncosok, ez a 2-3 méter magas fejdísszel. Miután befejeződtek az ünnepségek, utána a családok elindulnak a szolgálati helyükre, melléket látva szerint gyalog. Viszik még a, azt mondjuk, viszik a nagylábost, gyerekek, kicsi talán itt van a orgon szatyorban, a nap ellen mi, a nap ellen, mert a szolgálati helyekre egyik meg másra 2 hét az út. Mert országutak nincsenek, a tengerre lehet menni, de az megint ugye veszélyes, és éppen ezért a misszionárisok és minden ők húzának szokva a gyalogláshoz. És 4-8 órát gyalogolni egy nap, az természetes. De mi gyalogot se látszik? Ők is, mert csapásokat tudják, el tudnak igazolni a fák között, és mindegyik viszi magával a borotvágó kést. Szóval nálam így is, nekem is megmondta a borotvágó késem is, az ember valahol tudta az iránykörbe, akkor ami nagy buta, azok azt elvágták. És egy hét múlva már nem is lehetett megmutatva, már jött az új növény. Szóval... Ez ápolt, ugye, ez a zöld növényzet. Nincs ápolás. Az ápolás egyed annyi volt, hogy ültettem minden nap szakad az eső, akkor az nő állóban. És akkor lehűl a levegő egy picit?
Nem, akkor 30-40 fok között, és aztán kis lábokban 40. És 100%-ig nedvesít az alatt. És ugye érted, az óceán, ez az óceán. És itt állandóan a napsütés hatására a tára felemelkedik, jön a hegytető, jön a hegy felé, felemelkedik, lehűl, csapadék kijön. Ez állandó eső. És most néhány szót a munkánkról. Amikor erre a teológiai oktatás helyére érkeztünk, ez egy hegyen van, 300 méter magasan a tengerszintjétől, de már az úton elakadt a kocsi, úgyhogy megkaptam az első feladványt, Bonyóra, az utat kérem, hogy igazgassa ki. Hát miből lehet az utat kiigazgatni? Kövekből. De hol van egy kő? Ha nincs kő, ott csak korálok vannak. Ugyanis ez valamikor tengerfelé költ az egész részt, és a tengerfelé földüzem lett, és ez a fehér, ez mind korál, összetömörödött korál. Ja. Meg kagyló. Úgyhogy el tudják képzelni, az emberek fájt a szíve sokszor ilyen kagylókat széttördelni, hogy akkora tömegű legyen, hogy be lehessen tenni a lyukakba. Mert az utak így néztek ki, és amikor mondjuk ez már majdnem egy fél méter mélység volt, fönnakadt a kocsi, nem mehetett tovább, akkor szóval az út az egy útépítés hosszú időt vett igénybe, szerszámaink nem igen voltak, korálókat faludakkal, meg csákánnyal szedtük szét, és aztán helyeztük el ezekbe a gödrökbe, először talicskával, később aztán lett egy traktorunk utánfutóval, és azzal próbáltuk az utat rendbe hozni. Következő feladvány meg az volt, hogy az egyik teológus szálló teljesen a termitek meg a trópusok megették. És kérték, hogy hát javítsuk föl. És ennek a följavításán dolgoztam, mint egy 10 munkatársa együtt, így néztek ki a termitek megesznek mindent. És a nedvességbe szétmennek, fa az elrohadt. Hát még a padló is védett. Igen. A ma padló szerencsére az betonpadló volt, de ez volt a bejárat is. Aztán megváltoztak a körülmények. Ahogy újra lett festve, a falakat kicseréltük. Milyen anyaggal tudtak dolgozni, hogy ne romadjon el? Számoltuk a romadással, ez 10 év múlva megint úgy fog kinézni. Reálisnak kell lenni, mert ha valamit lakatlan lesz, vagy bejönnek a hangyák, akkor rövid időben bele elpusztítanak, és időben kell fellépni, de mondom, vannak ilyen gondok is, hogy a diákonnak is több gondot kell viselni a környezetükre, amit szintén igyekeztünk hangsúlyt fektetni. Akkor fémet nem is tudnak összeszerelni? Fémet? Te, van, ugye mutatok, hogy hol landoltunk a repülőgépen, abban a nagyvárosban voltak már komoly ausztrál érdekeltségek és ausztrál cégek, ahol azután meg lehetett rendelni valamit. Megrendeltük, hajóra tették, és a mai napig még nem kapta meg a választ, hogy megérkezett. És a helikopter nem divat? Helikopter nagyon, de ugye óránként lehetett 1000 eurót kiszámolni rá, és fizetni kell. Nem volt benne költségvetés. Itt már a renovált épületnek egy része, az ablakokat kicseréltük, újrafestettük, és szintén engem az a trópusi környezet mindig
jó, nagyon kellemes benyomása. A szekrények is szétrohadtak, úgyhogy új szekrényeket kellett csinálnunk. És miből csináljunk? Ugye mindig abból, ami van. Szerencsére volt már az előzőkben pár éve leraktároztak fákat, úgyhogy azokat föl tudtuk fűrészelni, és ezzel az öreg úrral, aki szintén 65 éves volt, éppen múlt héten kaptam a hírt, hogy meghalt. Giuszumnak hívták, ő volt a legidősebb, és ő volt a, vele tudta meg, jól beszélt angolul, és vele tudta megbeszélni a dolgokat, és konstruáltuk a szekrényeket a diákoknak. Építőanyag import. És most jön egy kedves történet, itt vannak a munkatársaim, és ez a fiatal, amit látunk, egy óriás, meg látunk egy kisebbet. Amikor a számadást elvégeztük, kisült, hogy ez a kisember dolgozott a legtöbbet, mert a többiek időnként vagy betegek voltak, vagy valami miatt nem jöttek dolgozni, és ő volt a legmagasabb óraszáma. És itt van a... Ez volt a kisi. És most ő pedig őt úgy hívják, hogy Keton, egyik nap jön hozzám, azt mondja, szeretnék fát eladni, ugye, és honnan. Kínai cég volt ott pár kilométerre tőlünk, az erdő egy részét kivárta, és valószínűleg ezek az emberek dolgoztak ott, és a fizetség egy részét fába kapták meg. És mondtam neki, és mire kell magának, miért akarjál adni a fát? Ugye fával dolgoztunk, de volt elég fánk, volt elég deszkánk, volt elég gerendánk. Azt mondja, uram, azt mondja, jövő héten lesz az asszonyoknak a luteránus központban asszonykonferencia, és szeretném, hogy a feleségem el tudna utazni, mert bizony a egyhezdenes utazásnak egy hónapi fizetése. Úgyhogy megállapodtunk egy tisztességes árba, hogy a jó asszony el tudott utazni a luteránus konferenciára, és gondolom, hogy meggazdagodva tért vissza. Itt ez egy kicsit szocialista kép, egy dolgozik, a többi vár rá. Menjünk tovább. A luteránus egyház kórházakat is foglalkoztat, kórházakat is ellát. A jelenleg a missziót az ausztrália, az amerikai és a német missziós társaságok közösen látják el, és közösen foglalkoznak a pápuai keresztényekkel, és egy kórházat, ez a Brown nevezetű amerikai misszionális orvos építette föl, ez a kórháznak a légi felvétele, itt van a bejárat és a érkezés, itt vannak a kórtermek. A kórtermek mellett van a család, ahol az ételeket előkészítik, mert minden család ellátja a saját családját, mert központi konyha nincsen. Na de mind főzik? Nem főzik? De főzik. Bocsánat, itt vannak az edények, aztán vannak tűzhelyek is, ahol kívül van. Tűzhelyek külön, nem a közvetlen a kórtermek mellett, és aztán a következő az operációs. De ugye fölteszek a kérdés, hát minek mutatom a kórházat, mi közem hozzá? Amikor a kórházból meghallották, hogy érkezett egy műszaki, elláttak mindenféle elromlott készülékkel, a gipszfűrésztől kezdve a vérnyomásmérőkön, a lámpákon, egyéb szerszámokon keresztül, és várták, hogy javítsa meg. Jó részét meg tudtuk javítani. Kárin az a vérnyomásmérőkre
specializálta magát, ezek egy félicik zsákokból álltak, és akkor azoknak a forrasztását végezte a konyhába, én meg a többit, ami villanyjal ment. Igen? Itt a virágokat tettünk el. Ez egy tengerparti falu, ez a templom. És ez egy lakóház. Ez a lakó, ez a lelkész lakás. Nagyon fontos, elutazások előtt egy napon meglátogattuk, ahol az emberek dolgoztak, és de nagyon fontos, ha valakivel találkozik az ember, akkor kezet kell vele fogni, üdvözölni. Egyébként nem nagyon, és ezt elvárják, és örülnek neki. Mellékáltalában a férfi viseli ezt a, ez a asszony viseli ezt a horbolt zsákot. Ők megpihentek, és aztán mi meg a másik irányba mentünk, és találkoztunk fel. Itt pedig három generáció, a kicsi, az édesanyja és a nagymama. A nagymamának a piros fogai, hallod, a szokás a Bécel dióról, nem tudom, biztos hallottak. Három, majdnem mindenki azt rágja, és akkor vörösek lesznek a fogai, hogy a legszebb mosó is vörös. Ez szintén egy falu. A házak nagyok és tágasak, úgyhogy a levegő át tud mindig rajta futni, és a másik, ami nagyon fontos, hogy lábakon állnak, mert ez földrengés vidék. Úgyhogy mi is készen megértünk ezt a leveses tálat kell megfúrni, és utána minden levesnek, és máskor meg éjszaka ébredtünk, hogy mosogatunk. És a kígyók miatt is. Igen. A másik feleségem kiegészít, hogy azért építették ugye a szoszlopokra, mert a kígyók meg a hagyják is, meg minden más állat nyugodtan tud átsétálni, és nem veszélyezheti őket. Tényleg, milyen félelmetes lények vannak? Macskák vannak, kutyák vannak. Kígyók vannak, de nincsenek ragadozó állatok. Szóval egy érdekes módon az állatvilág a szelíd. Az a, van erszényes kenguru, meg erszényes patkány, meg erszényes sün, és házi állatok közé egyedül a disznót tartják, és az létezik, és az a, ennek az a benyomás, hogy sokszor vaddisznókkal találkoztak ezek a disznók, és ők is egy kicsit csikozottak voltak. Egyik másik úgy nézett ki, még nem tudom, emlékeznek arra a kedves vissza, hogy a Erzsébet-társ köszöntötte a hallgatóságot, és mondta, hogy hát kedves Matróz elvtársak, és akkor hát a protokoll sem megláncigálta a talpóját, hogy Erzsébet-társ, a matrózok viszintesen van a csíkozó. És ennek a disznók is tényleg hosszán vannak csíkozva. Nem lehet, hogy igazi vagy, pedig van disznó. Ez pedig az a falu, ahol az ember, ahol ez a 10 munkatárs jött, ez a falu, de építettek magunknak egy nagyon szép kis templomot. És gondoskodnak róla, hogy a templom rendben legyen, és minden héten van Isten tisztelet, és van saját lelki. És örülnek, hogy kiszámolt. Itt lehet látni a gyerekek, mindig, az embert mindig követik a gyerek, és barátságosak, és nevetnek, és boldogok. Annak egy se csokoládé, se gumi, se folyóvíz, semmi. De boldogok, mosnak és örültek. De tényleg furt kutak vannak? Tiszta víz? Esővízzel értünk. Ugye már annak az adat, és az esővíz mindig friss volt. Nem. Tényleg számomra ebben az időben azért adunk hálát az Istenbe, semmiféle betegséget nem kaptunk, és a
A munkák ellenére, annak ellenére, hogy a munkavédelmi előírások a gyalogépen, meg a varrógépen, meg a traktoron, meg az előző években a traktor fölfordult, hárman meghalt, szóval semmilyen nem volt, és mi ezt az Isten ajándékának tekintjük, hogy az alatt az idő alatt megőriztettünk, és se a lakásunkban nem törtek be, se a házunkban nem törtek be, mert már ezt megértük, hogy betörtek, és ebben az időben nem. Igen. Befejezésül szeretnék egy kicsit a Pápua lelki világot és a környezetet közel hozni a 23. Zsoltár fordításán, amit a Top Piszinből kerül fordítása. Ugye a Zsoltár úgy kezdődik, az Úr az én erősségem, és önálló meg az az Úr az én őröm. Ő az, aki vigyázza, mert rendes, hogy ne történjen sem baj, és nem emész meg a szegénység, mert a szegénységtől félnek. Azt mondja, hogy ő enged megpihenni a napos erdővágásban, mert ott, ha út van, az az erdő között vezet az út, és vezet pihenőző árnyékos folyómederben. Ő mutatja meg, ahol hűvös vizet találok, a patakot, és vezet egyenesen az ösvénybe. Az alkonyat mély völgyben rám szakad, akkor nem fog el a félelem a borzalmastól, ami engem elérhet, mert te velem jársz, a te láncsád és pajzsod biztosan megvédelek. Ellenségeim előtt párolsz nékem egy ételt a főtűzhelyen, és a zsírfadékból dörzsölt zsírt a fejemre, és a bambuszkulacsomat sorkútig töltöd. Minden, ami jól esik és szép lesz körül a halálamig, és akkor mindig az Isten házában fogok lakni. Imádság közben gondolunk a jól eső hűvös vízre, az izzó trópusi klímában, a fáradtságos őserdei csapásra, az éjszaka sötétjében, meredek völgyben hátba támadó vérbosszú mérgezett nyilára, a föltűzhelyből illatozó, incsiklandozó sült húsa és párolgó zöldségre és egy erdélyházra, amely onnan tágos és vendégváró, mint a sok kicsi őserdei templom nádból és pálmalevelekből. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm.